Történelmet írt a kisvárdai női kézilabda csapat, mivel az Érden aratott 34-25-ös győzelmének köszönhetően bejutott a Magyar Kupa 4-es döntőjébe. A bajnoki szereplést tekintve azonos pontszámmal áll a tabellán a két csapat, a kupában azonban már az első fél időben 8 gólos vezetést szereztek a vendégek. Ezzel gyakorlatilag el is dőlt a továbbjutás, ettől függetlenül a második játékrészt is megnyerte egy góllal Bakó Botond együttese. Így a várdaiak ott lesznek a sorozat végjátékában, amelyet május 3. hétvégén egyelőre még ismeretlen helyszínen rendeznek meg. Jó formában vagyunk most, nem kézabdázunk rosszul. Itt az a kérdés, hogy tényleg a nálunk erősebbnek vélt ellenfelekkel szemben minden teljesen tökéletesen működik, vagy kevésbé. A teljesen tökéletessel azt gondolom, hogy már meg tudjuk verni ezeket a csapatokat is. Ha valami hiányzik, akkor ott vagyunk, hogy az utolsó percek döntenek a mérkőzésről. Sajnos ezek eddig nem a mi javunkra dőltek el, de azt gondolom, hogy ez a mérkőzésen nem volt kérdés. Tehát tényleg végigirányítottuk a mérkőzést, jól játszottunk, kiemelkedően jó volt a kapus teljesítmény, amit hiányoltam az előző két mérkőzésen, ami azt gondolom, hogy kellett volna ahhoz, hogy megnyerjük akár a Váci mérkőzést is, de nyilván ezt magunk mögött kellett hagynunk, és ugye csak is a vasárnappal foglalkoztunk, úgyhogy azt gondolom, hogy nem volt kérdés, igazából nagyon jól kezdtünk, végig mi irányítottunk, a mi akaratunk érvényesült, és én azt gondolom, hogy magabiztosan győztünk. A Kisvárda mellett a Debrecen és a Ferencváros már biztosította a helyét a döntőben, negyedikként pedig a Győr MTK párharc győztese csatlakozhat majd a trióhoz. Időközben elkészült a bajnoki hajrá menetrendje, amelyből kiderült, hogy a Kisvárda két meccsel hangolhat a 4-es döntőre. Nagyon nagy kérdés lesz és fontos feladat, hogy mennyire tudunk majd frissülni és regenerálódni, hiszen pénteken fogunk játszani az Érd otthonában, aztán szerdán jön a Szombathely, aztán utána hétvégén szombat-vasárnap meg újabb két mérkőzés a Magyar Kupa döntő. Úgyhogy még nagyon sok van odáig, mindenféleképpen szeretnénk tisztességesen helytállni, várjuk a sorsolást, ki tudja, hát ha még óriási szerencsénk is lehet, bízunk benne, hiszen pont ezért kupa a kupa, hogy bárkinek legyen sansza, és gyakorlatilag tényleg a sorsolásnak a szerencséje is dönthet bizonyos szituációkban. De én azt gondolom, hogy élvezünk el ezt a helyzetet, oda kerültünk, megmutathatjuk magunkat, nincs mitől félnünk, nincs mitől tartanunk, hoznunk el önmagunkat. Én azt gondolom, hogy csak is magunkkal kell foglalkoznunk. A bajnokságban legközelebb jövő vasárnap lép pályára a Kisvárda, akkor a Mosonmagyaróvár otthonában vendégszerepel Bakó Botond együttese.